Na hello mindenkinek, itt ismét Lali és Killa. Üdvözlünk benneteket egy kis Darkatos különkiadásnál, ahol a Lightcut nevű játékot fogjuk bemutatni. Ez a Darkat játéknak egy nagyon-nagyon durva verziója. Már vannak figyelmeztető jelek a töltőképernyő után is. Egy orvosnak, akit alakítunk, rémálmai vannak, mindenféle beteg páciensekkel álmodik, és hát én már félek, hogy így az elején. Én is, főleg, hogy én ilyen félős vagyok, itt jönnek ezek a képek az elején a izék, amiket írt, ilyen tanácsok, hogy csúg le a villany, meg este jel. Hát mondom, kösz. És akkor itt láthatjuk, hogy főhősünk nyit be éppen az álmába, ez az álma belép. Jön a fény, és jaj. Lila ló. Mi a franc ez? Egy lila ló, akinek letört a szar, vagy te jó Isten! És le kell törölni a könnyeit. Hát már nekem is legényne, mert már fáj. Jézusom, ezt én cukorral kell etetni. Ez nem tudok mit szólni, le vagyok padlózva. Egy Photoshop-al átszínezett lila ló, akinek letört a szarva, és feltételezem, most ezt kell felragasztani ilyen. Medve cukorral, azt hiszem, hogy májva cukorral. Hát nem igaz, nem tudok napi rendet érni ezzel a lóval. Nehogy beszél. És most jön a legepikebb rész. Pentagramma. És meggyógyult. Hihetetlen profik vagyunk. Ez rémálom a javából azért. De még mindig van egy lépés hátra. Énekeljük el a kedvenc számát. És itt a mikrofonnal lehet tényleg szórakozni, hát próbálkoztam. És ez a legjobb, hogy visszahalljuk magunkat, és rohadt nagyokat lehet rajta röhögni. Ráadásul második próbálkozásra a ritmusra is ráérzünk. Hát aki figyel, az hallatja, hogy próbálkoztam. No, nem az énektudásomról vagyok híres, de nem. Tehát szóval ez nekem felér egy teletabis élménnyel. Ugyanez a legelő, a szivárvány, már csak az a gyerekfőjű napocska hiányzik. Beszélő ló. Te jó Isten, és komolyan, se baj lesz, ez még ennél rosszabb is. És megkapjuk ugyanúgy a összesítést, és kezdjük a másodikat. De jaj, egy óriási plüssmedve, szintén sír, nem tudom hogyan, ennek a szemébe kell törölni a könnyeit, ez így szereti, és valaki, igen, most az a feladat, hogy öleljük meg a monitort, és az egeret mozgassuk a hátulján, hogy megöleljük ezt a medvét, akit amúgy orvul kibeleztek, de ettől még jól van. És egy puha tárgyat kéne belerakni alsába. Egy fel. Szóval ez mire rájött? Ja, én is a fűbe kerestem valami fűcsomót belerakni, jó sárosat. Most meg egy civecskét kell rajzolni a macinak a hasára. Ilyen 9 feje van. És ez is tömjük cukorral. Igen, most deadfish helyett cukorral kell tömni. Jó, hát szép is lenne szájába viszkit önteni. Amúgy abszolút semmi kihívás nincs a játékban, szóval ez egy ilyen paródia az egész, hát itt is be lehet vadulni, nem muszáj pontosan. Hát, gyönyörű lett, mit ne mondjak. Egy jó lelki világodat. Igazából az a baj, hogy ez egy kis kétpályás valami, bár itt volna a jobb alsó sorokban egy fenyegetés, miszerint a harmadik páciens április 4-én érkezik, hát mi még nem találtuk meg, de atya Isten, el nem tudom képzelni, hogy milyen lehet. Hát, Teletubbinak leszakadt az akasztó a fejéről, vard vissza neki. Vagy a Teletubbi porszívója elromlott, és azt kell megbütykölni. Tehát ebben a világban ilyen lillovak után én már elhiszem, hogy minden lehet. Mit tudnánk elmondani még a Lightcutról? Azt, hogy beteg. Vagy azon felül. Hát igen, eléggé rémisztő tud lenni, főleg aki így bele tudja magát élni, és akkor ott egy lila ló, és akkor meg nem az, hogy megijed, hanem így lefejeli az asztalt, hogy mi folyik itt. Hát jó, ettől tudja, hogy lepadlóz. Mi is néztünk Skype-on, közösen mondtuk, hogy mi a franc ez? Lila ló, meg kibelezett plüssmackó? Tehát ennek mindenképpen ajánlom, próbáljátok ki az összes részt, a Darkhouse sorozatot is, meg ezt is, mert megéri tényleg, és 5 perces lószar az egész, de érdekes, de mondjuk aki meg orvosnak tanul, ellesett régi technikákat, de nem akarok a páciens lenni. Á, itt egy nyílt seb, öntsük bele alkoholt, mert ezt látom a Darkhouse-ban. A közön folyamatosan leított, hát ebből kéne diplomázni, az a lényeg. No, hát akkor én köszönöm a figyelmet, köszi Killa, hogy itt voltál, és majd a következő bemutató lesz egyszer. Minden jót nektek, szevasztok! Én köszönöm a meghívást, sziasztok, álmodjatok székletet, már megint.
Na, hogy ne legyen annyira unalmas és rövid ez a videó, itt van néhány baki, amit Killával közösen követtünk el a felvétel során. Hát a hangminőségért elnézést kérek, hát nem véletlenül kellett gyakorlatilag teljesen újra venni az én részemet, eléggé ratyi volt a hang, de szerintem kivehető attól még, hogy mit is próbálunk beszélni, hát jó szórakozást hozzá. Nem a grafikára kell érteni, szóval nem azt mondom, hogy felég a jó képjét. Ez meg egyemesen hang volt. A bitch. Jó, megy blooperbe, mindegy. A f***i. De gyűlőd el, ezt a f***i. Ez jó bejött. Ezt visszahallgatom. Pet, megvan. Oké, és mehet. Na, hello, mindenkinek itt ismét Lei, és... Ilyenkor mondd a nevet. Jó, akkor végezt. Akkor videót is. Stopp! Ez jó volt. Akkor megy. Ez itt a Dark Souls. Ez annyira a fejemben.